Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnap délután, majd estét kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Kolocska völgyből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnap délutánon teszek itt egy sétát itt a Kolocska völgybe. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan itt rögzítek a Kolocska völgyben. Ugye az ezt megelőző videóimban azt láthattátok, hogy hogy jutottam el idáig a Kolocska völgyig, és ebben a videóban konkrétan azt fogjátok látni, hogy hogy néz ki maga a Kolocska völgynek egy kisebb szeglete, egy kisebb szelete. Nos, lányok és fiúk, ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan itt rögzítek a Kolocska völgyben. De még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp meg szeretném köszönni annak a 740 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Hát lányok és fiúk, akkor jöjjön hát a videó, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan itt fogok rögzíteni a Kolocska völgyben. Akkor jöjjön hát a videó, tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Ugye az ezt megelőző videómat konkrétan ezen a helyszínen fejeztem be, jó, egy kicsit odébb, de itt fejeztem be lényegébe véve, és akkor ezt a videót valójából itt kezdem el, ahol az ezt megelőzőt befejeztem, és akkor teszek itt egy ilyen kis rövidke sétát itt a Kolocska völgyben, és ezt megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki maga a Kolocska völgy tulajdonképpen, a Kolocska völgynek ezen szeglete, mert ugye ez tényleg csak a Kolocska völgynek egy nagyon kicsi szeglete, amit én most meg fogok nektek mutatni, mert ez annál sokkal nagyobb, mint amit most ti fogtok ebből látni. Egy biztos, lányok és fiúk, hogy a környék az mellesleg tök jó néz ki. Hát egy ilyen erdős rét van itt tulajdonképpen, ilyen erdős környezet ez itten konkrétan. Itt látható egy legelő, vagy legalábbis egy kaszáló, mert ez konkrétan egy kaszáló tulajdonképpen, ami itt látható, és közben hála Istennek kisütött a nap is. Hála Istennek, ezt hangsúlyozom, mert reggel még úgy állt a dolog, hogy a mai napon egyáltalán nem fog sütni a nap, aztán amint láthatjátok, ezen a felvételen végül is kisütött a nap. Hát lányok és ők, akkor most egyelőre nem kell azon izgulnom, hogy leázok vagy nem ázok el ezen a mai napon. Egy biztos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és ők, hogy ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó. Tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. De még azt el kell mondanom, hogy ezt a videót, amit éppen most láttok, ez tulajdonképpen én az Alcatel telefonommal rögzítem, annak is a hátlapi kamerájával, és ugye most valójában ezen a mai napon, ezen a vasárnapi napon az eddig készült videókat, konkrétan ez a hatodik videó, amit én ezen a mai napon készítek, ebből az Alcatel telefonnal rögzítettem, amivel egyébként szoktam élő adáshozni is az Instagramon, tehát ezt, amit most láttok videót, ezt konkrétan azzal az Alcatellal rögzítem, amelyikkel szoktam élőadáshozni az Instagramon. Na, lányok és fiúk, akkor sétálunk itt egy kicsit itt a Kolocska völgybe, ezt így megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki. Hát ő nagyjából így néz ki a Kolocska völgy, amit láthassátok, itt van egy nagyon szép kaszáló, itt ugye van egy ilyen murvás út tulajdonképpen, és majd valójából ennyi maga a Kolocska völgy tulajdonképpen, de ahogy hangsúlyoztam már a videónak az elején, ez, amit éppen most láttok, ez a Kolocska völgynek csak egy bizonyos kicsi szeglete tulajdonképpen, tehát ez egy nagyon kicsi szeglete tulajdonképpen a Kolocska völgynek, és ezt én most így szépen megmutatom nektek. Ugye az ezt megelőző videóimban konkrétan azt láthattátok, amit én ezen a mai napon készítettem ez idáig, hogy Csopakfaluból, hogy jutottam át gyalog ide, egészen idáig a Kolocska völgyig. Nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor úgy lesz értelme az egésznek tulajdonképpen, az egész mai napnak, meg ennek a videózásomnak, amit én ezen a vasárnapi napon
produkáltam konkrétan, mert hogyha megnézitek ezt az ezt megelőző videókat, ugye az ezt megelőző videókban konkrétan azt fogjátok látni, hogy ugye én elindultam Csopakfaluból, átgyalogoltam Balatonarácsig, és Balatonarácsról konkrétan kigyalogoltam idáig a Kolocskavölgyig, és azt az ezt megelőző videókban láthassátok. És ebben a videóban pedig már azt látjátok tulajdonképpen, hogy hogy néz ki maga a Kolocskavölgy. Hát így néz ki tulajdonképpen. Egy nagyon szép kis környezet voltak éppen az egész. Nagyon jó néz ki, nekem legalábbis baromira tetszik. Végül is ez az úti célom, ez volt már az úti célom, és amint látjátok, már meg is érkeztem ide a Kolocskavölgybe. Ugye a mai napra ez volt az én kitűzött úti célom, hogy gyalogszerrel tulajdonképpen elindulok Csopakfaluból, és el is indultam gyalog én Csopakfaluból, és át is gyalogoltam Balatonarácsra. Majd aztán elgyalogoltam Balatonarácsról, aztán végül is kigyalogoltam ide, idáig a Kolocskavölgyig, és ez a szép zöld mező pedig konkrétan egy kaszáló, ami ugyancsak itt található a Kolocskavölgyben, ez egy nagyon szép kaszáló, amint látjátok. Ott a háttérben ugye erdő látható, dombbal, fenyves erdő, meg mindenféle vegyes fák vannak arrafelé, amit éppen most nektek kamerázok, illetve videózok. És akkor haladunk is tovább, lányok és fiúk, arra tovább előre, egyenesen. A Kolocskavölgynek megnézzünk, hogy milyen, hogy néz ki ez a része tulajdonképpen, és ebbe a videóba ezt láthatjátok. És akkor szépen lassan, de biztosan végül is az úti célomhoz már megérkeztem, tehát ez volt a mai tervezető úti célom, hogy eljussak egészen idáig a Kolocskavölgyig. És amit láthatjátok ezen a felvételen, meg ebben a videóban konkrétan el is jutottam idáig, amit én a mai napra elterveztem magamnak. És így most szépen itt körülnézünk, megmutatom nektek, hogy hogy néz ki maga a Kolocskavölgy, és tulajdonképpen ebben fogom lezárni a mai sétámat ebben a videóval, és ez lesz a mai napra az utolsó videó is tulajdonképpen. Valójában ez már a hatodik videó, amit én ezen a mai napon rögzítettem, hogy lányok és fiúk. Úgyhogy megint belehúztam a videógyártásba. Ugye a tegnapi napon is készítettem 5 darab videót, amikor szombat volt. A mai napon meg ugye készítettem 6 videót, mert konkrétan ez, amit most láttok, ez tulajdonképpen már a hatodik videóm ezen a vasárnapi napon, amit én ezen a vasárnapi napon készítettem el. Hát lányok és fiúk, bízok benne, hogy fog nektek tetszeni ez a videó. Ha meg nem fog tetszeni, persze megírhassátok nyugodtan a véleményeket a komment szekcióba, mint ahogy majd természetesen ezt a videót is lehet majd lájkolni, diszlájkolni, tehát ez mindenkinek a saját döntése lesz, hogy most lájkolod ezt a videót, vagy diszlájkolod, vagy éppen írsz egy kommentet a videónak a komment szekciójába. De majd ha kommentet írtok, akkor majd légy szíves, arra kérlek benneteket, hogyha kommentet írtok, hogy azt normális határokon belül tegyétek, ami alatt azt értem, hogy trollkodásba, szemtelenkedésbe, bunkóskodásba ne menjen át a hozzászólás, illetve a komment, ezt nagyon szépen megköszönném néktek. És akkor szépen haladunk is tovább. Közben megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a kaszáló. Hát ez egy nagyon szép kis zöld mező itten. Egy szép nagy kaszáló látható ezen a felvételen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És ez maga tulajdonképpen a Kolocskavölgy. Hát végül is ez volt a úti célom erre a mai napra. Tulajdonképpen le is zárhatnám én ezt a videót úgy, ahogy van egy az egybe, de én úgy gondoltam, hogy jó, egy kicsit még itt megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki tulajdonképpen ez a Kolocskavölgy úgy közelről, így a videón keresztül, de természetesen, ha kíváncsiak vagytok erre a völgyre, gyertek el ide személyesen, és győződjetek meg róla. És akkor szépen haladunk is tovább, arra előrefelé. Amúgy autóval el lehet jönni egészen, majd lehet látni majd a későbbiekben, hogy autóval meddig lehet eljönni tulajdonképpen. Én mondjuk gyalogszerrel jöttem végig, tehát én végig gyalog jöttem ezen a mai napon egészen idáig, ugye Csopakfalutól, és a mai napon vissza is fogok gyalogolni Csopakfaluba, és majd elkezdem majd föltölteni a videókat. Hát még nem ezeket a videókat fogom föltölteni, amit ezen a mai napon készítettem, hanem azokat a videókat, amiket én tulajdonképpen a tegnapi napon készítettem el. Na, akkor haladjunk is tovább, a további abban is, itt a Kolocskavölgyben. Hát lányok és fiúk, csodálatosan szép amúgy a környezet mellesleg. Hát
mellesleg vagy nem mellesleg, de nekem baromira tetszik, ez a lényeg, és akkor szépen haladunk előre. Közben így néz ki a környék maga. Hát ő fantasztikusan szép mellesleg. Nekem legalábbis bejön. Hát most ti erről megírjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba, hogyha nektek ez nem annyira jön be ez a dolog, de végül is ebben csak ezt akartam nektek megmutatni, hogy hogy néz ki az egész közelről. Amúgy vannak itt ilyen oktató jellegű táblák is, természetesen, hiszen egy tanösvényen vagyunk mellesleg. És akkor szépen itt elballagunk arra előrefelé, és végül is megnézzünk, hogy hogy néz ki ez az egész úgy közelről. És akkor nézzünk meg. Hát lányok és fiúk, azt azért el kell mondjam nektek, természetesen nem vagyok itt egyedül, hiszen vannak itt rajtam kívül még, hiszen ez itt egy közkedvelt kirándulóhely, ahol éppen én most tartózkodom, és nyilván nem egyedül vagyok itten, vannak itt rajtam kívül még, hát én igyekszek úgy csinálni ezt az egész videót, hogy túl sok embert ebben ne zavarjak, legalábbis igyekszek azon lenni, hogy ne zavarjak túl sok embert abból, hogy én most itten videózok. Azért előre elnézést és bocsátot kérek tőletek, hogyha egy kicsit csendesebb leszek, és nem fogok szövegelni, mert ez most tényleg, ez egy olyan helyszín, ahol én most mindjárt meg fogok érkezni. Ez egy közkedvelt kirándulóhely itt a környéken, és itt azt tudni kell, hogy én nem egyedül vagyok, így hát nem az enyémé az egész, hogy itt én itten hangoskodjak meg, hogy dumáljak. Úgyhogy azért már előre elnézést és bocsátot kérek tőletek, hogy majd a későbbiekben el fogok hallgatni, illetve csömbbe fogok maradni. Hát lányok és fiúk, egyelőre maradjunk annyiba, hogy még itt vagyunk a Kolocska-völgyben. Hát nem sokára véget ér ez a kocsiút, mert a kocsiút ez mindjárt itt véget fog érni. Mert mindjárt véget fog itt érni konkrétan ez a kocsiút, lányok és fiúk. Idáig lehet eljönni tulajdonképpen autóval. Mert voltak éppen csak idáig lehet eljönni autóval. Ugye itt utána az autót le kell parkolni, és az autót ugye itt kell hagyni ezen a helyszínen. Itt lesz mindjárt egy kialakított parkoló, és akkor majd onnantól kezdve csak gyalog lehet tovább haladni természetesen. Közben megmutatom nektek, hogy honnan jövök. Hát így néz ki maga ez a szép kaszáló, ugye? Konkrétan abból az irányból jövök. Arra felé van Balatonarács, Balatonfüred az arra felé van. Én konkrétan onnan érkezek, lányok és fiúk, tehát én onnan érkeztem. Az ezt megelőző videóimban is onnan érkeztem, és ebbe a videóba is onnan érkeztem konkrétan. És ez, amit itt láttok, ez egy csodálatosan szép kaszáló, ami itt látható. Az ellenfényi elnézést és bocsátot kérek tőletek. És akkor szépen lassan, de biztosan én folytatom tovább a sétámat itt a Kolocska-völgyben. És akkor mindjárt odaérek ahhoz a helyszínhez, ameddig autóval be lehet jönni, mert tényleg csak idáig lehet autóval jönni, ezt mindjárt meg is mutatom nektek. És innen tovább ugye már gyalog kell menni mindenképpen, vagy éppen kerékpárral, de autóval semmi esetre sem. Mert az autókat ugye ezen a helyszínen kell lerakni, itt láthattok egy ilyen placot. Itt van egy ilyen plac, ahova az autókat le lehet parkolni. Egy ilyen murvával lesz kilehengerett plac látható itten. Lányok és fiúk, tulajdonképpen autóval idáig lehet bejönni, konkrétan. Hát konkrétan autóval csak idáig lehet eljutni, innentől tovább már csak gyalogszerrel lehet menni, sehogy máshogy. Hát lányok és fiúk, így néz ki ez az egész. Konkrétan, ott látható a háttérben, hogy gondoltak arra is, hogy ide járnak ugye emberek, és nyilván hoznak magukkal a szemetet, és raktak ki ide tulajdonképpen két ilyen szemetes konténert, és ezt azért rakták ki nyilván, hogy az emberek ebbe rakják a szemetüket, és ne pedig szanaszét dobálják ezen a csodálatosan szép környezetben, illetve helyszínen. És akkor lányok és fiúk, és ez itt látható, tehát a kocsikkal konkrétan idáig lehet bejönni az autókkal,
és innentől kezdve már csak gyalog lehet a továbbiakban haladni. És akkor így néz ki ez az egész környék tulajdonképpen. És itt vagyunk az autóparkolóban, itt kell leparkolni az autókat, és a mai napon már voltak is itt autók, amint láthatjátok a felvételen. És akkor így néz ki ez az egész környék. És innentől kezdve ugye megérkeztünk egy kiránduló helyre, ami ugye így néz ki végül is, tehát ez itt tulajdonképpen egy kiránduló hely. Amint látjátok, itt nagyon szép tisztások vannak, arra befelé, tehát itt van egy nagyon szép tisztás, amint láthatjátok, egy kicsit be is jövök ide. És amint láthatjátok, az is gondolom feltűnt nektek, hogy itt végig karók vannak leütve, ami azt jelzi egyértelműen, hogy autóval nem lehet behajtani. Tehát itt autóval behajtani szigorúan tilos, és azért vannak itt valójában ezek a karók, hogy autóval véletlenül se hajtsanak be az emberek. Meg aztán van itt egy olyan tábla is, amit egyértelműen azt jelzi, hogy behajtani teljes mértékiben tilos. Íme, itt a behajtani tilos tábla, amint látjátok, és ugye természetesen van egy sorompó is, ami azt a célt szolgálja, hogy autóval ide az emberek ne hajtsanak be tulajdonképpen. És akkor ugye konkrétan ugye az autót itt, ezen a helyszínen kell leparkolni, és akkor innentől kezdve gyalog kell befelé haladni a továbbiakban, méghozzá arra befelé. És én haladok is befelé gyalogosan. Persze kerékpárral nyilván be lehet jönni, ugye a kerékpár ugye az szinte mindenhová be lehet menni, még ilyen helyre is, mint ez itten például. És ez, ahogy mondottam, ugye ez tulajdonképpen ez az egész tisztás, amit látható, ez ilyen közkedvelt kiránduló helyszín tulajdonképpen, ide az emberek ugye kijönnek kirándulni, kikapcsolódni, nyásalni, bográcsolni, meg ilyesmi. És ezt majd mindjárt meg is tudom nektek mutatni, mert ott vannak ülőalkalmatosságok, illetve tűzrakási lehetőség is van. Ezt majd mindjárt szépen meg is mutatom nektek, ahogy haladok majd arra előre felé. Hát valójában ez az úti célom, tehát végül is ez volt már az úti célom, és el is jutottam egészen idáig. Lányok és fiúk, ott van egy ilyen esőbeálló látható ottan. Ott látható konkrétan egy esőbeálló, ott a háttérben. És ahogy mondottam, ugye, itt a háttérben pedig láthatóak különböző ülőalkalmatosságok, illetve asztalok, padok, meg ilyesmik, amik természetesen rönkfából vannak, amint láthatjátok. Hát lányok és fiúk, így néz ki ez a kiránduló helyszín, ez a közkedvelt kiránduló helyszín. Ide az emberek ugye kijönnek, kipakolják a kis kajájukat, amit kihoznak ide magukkal, és itt megeszik, vagy pedig, mivel hogy itt van tűzrakási lehetőség is, ezt mindjárt meg is mutatom nektek, tehát itt ide ki lehet hozni bográcsot is tulajdonképpen, ezt mindjárt meg is mutatom nektek, hogy vannak itt kijelölt tűzrakóhelyek, például itt van egy, amint látjátok, itt van egy tűzrakó, egy kijelölt tűzrakóhely, tehát ez egy kijelölt tűzrakóhely konkrétan, itt van egy, ott van még egy, és ott van egy harmadik is, tehát ott a háttérben van egy harmadik is, tehát vannak ilyen tűzrakási lehetőségek is itten, ugye az ember kihozza ide a kis bográcsát, és akkor itt megfőzi a kis kajáját, és itt szépen, itt a ebben a szép természetes környezetben elfogyassza az ember tulajdonképpen, vagy lehet éppen itt szalonnát is nyásalni tulajdonképpen, mert ez kijelölt tűzrakó terület. Nézzétek meg, hát is itt vannak ugye kis padok is itt a tűzrakó hely körül, ami azt jelenti, hogy lehet itt nyásalni is tulajdonképpen, mert ezek a kis padok valójában azért vannak itt ezen a, ez a tűz, kijelölt tűzrakó hely körül, hogy itt az emberek leüljenek és megnyásalják azt a kis szalonnát, amit kihoznak ide magukkal. És akkor vannak itt még ilyen egyéb dolgok. Aztán ugye itt is ugye látható egy újabb tűzrakó terület. Ugye itt is látható egy tűzrakási lehetőség, és itt is ugyanaz, mint az előzőekben. Van három pad, ahol le lehet ülni, és lehet szalonnát nyársalni. És akkor itt egy kicsit bóklászunk még. És megmutatom nektek ezt a közkedvelt kiránduló helyet. Hát jó, most talán túl sokan nincsenek itten. Még ez nekem csak előnyös, mert itt tudok nyugodtan videózni, és nem fognak rám szólni talán, bízok benne. Na, lányok és fiúk, akkor ott is van egy ilyen tűzgyújtási, tűzrakási lehetőség. Mondom, több ilyen is van itten. És amint láthatjátok, ugye vannak itt padok, asztalok, ahol le lehet ülni, meg lehet enni a kaját, amit kihozunk ide magunkkal.
Hát azt mondom nektek, lányok is, hogy ez tulajdonképpen ez az egész, amit itt láttok, ez egy közkedvelt kirándulóhely, ami ugye így néz ki. És ugye én onnan jövök arról a tisztásról, és ott van az a esőbeálló, ami ott, amit előbb mutattam nektek közelebbről, az ott van a háttérben. És akkor így egy kicsit itt bóklászunk még. És itt lesz még egy érdekesség, amit mindenképp megmutatok nektek. Van itt egy kis tó is tulajdonképpen, és ezt mindenképp meg fogom nektek mutatni. És akkor valószínű, hogy ebben fogom lezárni ezt a videót, és meg fogom köszönni a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Hát lányok és fiúk, így néz ki ez a helyszín. Itt van egy ilyen kis fahíd tulajdonképpen. Itt van egy kis fahíd. És a kis fahíd nyilván azért van itt, mert itt van egy vízfolyás alatta. Nézzétek meg. Ugye, itt van egy vízfolyás, amit látjátok. Ugye ott van ez a kis fahíd is látható. És ugye ott van maga a tó a háttérbe, tehát maga a tó az ott van a háttérbe, ott látható. Tehát a tó az maga tulajdonképpen ott van. Itt meg egy ilyen kis patak csörgedezik tulajdonképpen. Amint látjátok, itt van egy ilyen kis patak is végig, ugye, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És valójában így néz ki ez az egész környezet. Itt van egy kis fahíd is, és ahogy mondottam, ez a kis patak halad arra a Balaton irányába, és közben jött egy autó, ha jól hallom, oda a parkolóba, amit ahol előbb jártam, és amit mutattam nektek. Hát így néz ki maga a környezet, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor ennyi lett volna tulajdonképpen részemről ez a videó, és valójában le is zárom én ezt a sétát itten, ezen a helyszínen, és megköszönöm a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, mert végül is én az úti célomhoz megérkeztem, és akkor itt le is zárom tulajdonképpen ezt a videót, és megköszönöm a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, és közben itt megmutatom nektek ezt a kis tót még így. Itt van egy ilyen kis tó is, amit láthassátok a háttérbe. Hát közben igyekszek úgy csinálni, hogy embereket ne örökítsek meg. Na szóval ott a háttérben látható egy kis tó is, amint látjátok, ott látható egy kis tó is, és azt is látjátok nyilván, hogy nem vagyok egyedül. És így néz ki ez az egész környezet tulajdonképpen. Nagyon szép kis környezet. Hát lányok és fiúk, ezt nézzétek, és itt van maga a kis tó. Tehát itt íme, ott a kis tó látható. Ugye itt van egy szép nagy fűszva, és ugye itt látható maga a kis tó, az pedig ott látható. És valójában ez egy forrás tulajdonképpen. Ez valójában maga a Kolocska forrás. Hát lányok és fiúk, akkor azt hiszem részemről ennyi volt ez a videó, és akkor meg is köszönném a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben a videóban, és hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! És így néz ki maga ez az egész. És itt van fölhúzva egy betongát, hogy a víz ugye ne jöjjön ki a tóból, de viszont van egy túlfolyási lehetőség, mert ugye itt a víz szépen csörgedezik át a beton tetején, amint látjátok, és ugye a kis tó az pedig maga itt látható, tehát ez itt maga a kis tó, ami egyébként egy forrás tulajdonképpen, ez itt maga tulajdonképpen a Kolocska forrás, szép tiszta vize van neki, azért most nem fogok inni belőle, ezt nézzétek el nekem, de most én ebből a vízből konkrétan nem fogok inni, ezért bocsátot kérek tőletek előre is, de amúgy szerintem iható ez a víz egyértelműen, mert lássátok, hogy milyen szép tiszta ez a kis tó, de én most az engedelmetekkel nem fogok inni ebből a tóból. Na, lányok és fiúk, és akkor szerintem ennyi volt ez a videó, és akkor szépen lassan, de biztosan le is zárom én ezt a videót ezen a helyszínen, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Nézzétek meg ezt a kis tavat, így utoljára még megmutatom, ami így néz ki, és ez itt maga tulajdonképpen a Kolocska forrás. Tehát ez itt maga tulajdonképpen a Kolocska forrás, ami így néz ki. Ezt így megmutatom nektek közelebbről. Úgy, és így néz ki íme a maga a Kolocska forrás ez. Hát ami a forrás az ott volna eredetileg szembe, de úgy látom abból nem folyik víz, de ugye valószínű, hogy a tóba van vízhozam, mert
ugye túlfolyás van, és ugye valószínű, hogy van itt vízhozam is, tehát jön itt a víz fölfelé tulajdonképpen, mert itt, ahogy láthattátok az előzőekben, de ezt még egyszer megmutatom, így közelebbről, hogy lássassátok, hogy a víz szépen átcsordogál a beton tetején, ami azt jelenti, hogy van itt forrás egyértelműen, mert a víz ugye van egy túlfolyás, ezt láthattátok az imént, gyengébek kedvéje még egyszer, tehát ott az, ahogy van az a betongát, ott a közepén nagyjából ott van egy hajlat, és ott szépen a víz csorgadozik át felé. És ez maga ugye tulajdonképpen a Kolocska forrás, amit itt láttok a háttérben. Nos lányok és fiúk, és akkor szerintem ezzel a képpel zárom is ezt a videót, és megköszönöm a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. És akkor egy kicsit még elnézünk arra felé, és akkor aztán tényleg lezárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, és ott látható egy pumpás kút is. Ezt is megmutatom így közelebbről, ezt a pumpás kutat, mert érdekes lehet. Éme, itt látható egy pumpás kút. Hát lányok és fiúk, ez itt maga a Kolocska forrás, és itt, amint lássátok, van egy pumpás kút is, amiből nyilván víz már nem folyik, több mint valószínű. Hát lányok és fiúk, akkor behúzódok ide erre a kis tisztásra, és itt lezárom én ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. És akkor jöjjön hát az elköszönés, úgyhogy megköszönöm most a figyelmeteket. Jöjjön hát az elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba, köszönöm szépen. Úgyhogy én zárom soraimat, ez a videó ennyi lett volna, ennyire futott a gyerekek. Ez volt a mai napra az utolsó videóm. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Úgyhogy már csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjem a figyelmeteket. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Üdvözlettel, Frici, a Kolocska völgyből. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Hát lányok és fiúk, akkor itt a vége ennek a videónak. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszont hallásra, a viszont látásra. Üdvözlettel, Frici, a Kolocska völgyből. Sziasztok!